A szépség és a szörny. Ahol a gazdagok és hatalomra vágyók uralkodnak, abban a világban él ő. Távol tőlem, és mégis közel. Catherine. Ahogy megpillantottam, rabul ejtette a szívemet. A szépsége, a melegsége, a bátorsága. Már az első pillanatban tudtam, hogy megváltoztatja az életemet. Örökre. Titkos rejtek helyen él, a város alatti mélyben. Távol a gyűlölettől, rossz indulattól, arcát elrejti az idegenek elől. Magával vitt a mélybe, hogy megmentse az életemet. És most bármerre megyek, lélekben mindig velem van. Kötésünk erősebb barátságnál, szerelemnél. És bár soha nem lehetünk egymáséi, összetartozunk örökkön örökké. A bennünk élő szörny. $623 munkás fejenként $5. Nem rossz fogás. Minden jól megy? Ja, mint mindig. Rendben, kész! Mi van Flynn-nel? Még mindig szervezkedik. Hallgattasd el. Segíts a másiknál! Oké, emelheted! Rédo, te segítesz Flynnnek! Sam, jobban vagy? Igen. Nagyon vártalak. Nem tudtam, mikor jössz.
Atyám küldött még orvosságot. Ó, sokba kerülhetett. Honnan szereztétek? Valakitől, aki segít. Egy barát. Mint te vagy. Minden összeér egyszer. A rossz, a jó. Kipper holnap hozza az ételt. Köszönöm. Nagyon rendesek vagytok. Mindannyian. Most pihenj. Nem sokára megint jövök. Vincent? Nem is tudom, de... lehet, hogy veszélyes ide jönnöd. Egy ideig. Miért? Úgy hallottam, Mitch visszatért. Találkoztatok? Nem, nem járt még itt. De ha eljön, nem akarom, hogy valami bajotok történjen miattam. Mit sötét lelkű. És az is marad. Próbálj nem gondolni rá. Túl jó vagy hozzánk, Vincent. Az emberek rosszak. Mindig cserben fognak hagyni. Te sem hagytál cserben, Sam. Segítettél beszerezni az ételt. Mindig számíthattunk rád. Te is számíthatsz ránk. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem sürgős, mit gondolsz? Szia, Csajszi! Szia, Idi! Mi folyik a tárgyalóban? Valami értik fontos? Ura, hogy háborút üzenünk New Jersey-nek. Miért nem avatnak bele semmibe? Mert már ismerik a véleményet. Igen, miért Jersey? Miért nem foglaljuk el Riót? Riót? Újabban Fred Astaire filmeket nézel esténként? A kapcsolatom Freddel nem tartozik rád, de ha tudni akarod, sokkal jobb, mint az összes mostani pasi. Kik ezek a pasik? Szakszervezetiek a rapportról. Elég komolyan hangzik. Az is. Nekik tanulmányozom az aktákat. Akkor hajts rá. Kett! Ebéd Mónál. Ha éppen ráérek. Hé, hogy halad a dolog? Elég mozgalmas élet folyik a rakparton. A szakszervezet segítséget kért tőlünk. Nagyon fontos az ügy, úgyhogy tégy ki magadért. Én is benne vagyok. Egy megbízható embert kerestünk. A legkisebb hibának is végzetes következményei lehetnek. Benne vagyok, Joe. Mielőtt elvállalod, tudnod kell, hogy veszélyes. Meg tudom csinálni. Biztos vagyok benne. Ezért választottunk. Gyere, a főnök vár. Már jöhetnének. Itt is vannak. Frank de Corzia, Kathy Chandler. Miss Chandler. Örvendek. Nagyon jó volt a cikk a szakszervezetükről az újságban. Tele túlzásokkal rólam. Ami aktáinkon alapult. Frank szinte egyedül csillapította le a tömeget, és nem engedte ki őket a rakpartra. Mint a csótányírtás, mindig visszajönnek. A múlt heti balesetre gondol? Az erős fiúk próbálják visszafordítani az időkerekét és megfélemlíteni minket. Valamit tennünk kell, hogy leállítsuk őket most, hogy Denton kijött a börtönből. Mitch Denton volt a hangadó a rakparton pár éve. Olvastam a tárgyalásáról. Zsarolásért ítélték el. Gyilkossággal vádoltuk, de kimagyarázta. És itt van. Újra elkezdte az egész cirkuszt. És Charlie Flynn meghalt. SS fickó volt. Tanúskodni akar Denton ellen. Denton gyorsabb volt. Mitch Chandler nagyon sikeres a tanúk rábeszélésében. Szeretném, ha beszélne a fickóval, aki jelen volt Charlie halálában. Jó. Valakivel el kell kezdeni. Apám megfogadta, hogy a fia nem fog egész életében a rakparton robotolni. A szakszervezet fizette az iskoláimat. De a szíve mégis a rakpartra húzza. Azt mondják, hogy itt megtörik az ember gerince. A kikötő a földi pokol. Ez igaz is. De szeretem. Még a szagát is. Vannak szemtanúk, akik látták az esetet? S és M tanúk. S és M? Süket Néma.
Fiúk, ő itt egy barátom, Miss Kathy Chandler a kerületi ügyészségtől. Gondolod, hogy szükségünk van rá? Azt gondoltuk, belső vizsgálat lesz. A balesetről? Nem biztos, hogy baleset volt. Maguk ott voltak? Érdekelne, hogy mit láttak. Semmit se. A ládákat pakoltam. Csak azután mentem oda, miután meghalt. Maga látta lezuhanni a konténert? Nem tudok semmit. Nem, Marsvini. Charlie Flynn a barátod volt. Nem mondjátok még, amit Denton művel veletek? Ahogy füttyent egyet, ti mindnyájan meghunyászkodtok, és dolgoztok éjbérért. Akkor sem tudok semmit. Értem, Mr. Sweeney. No, menjünk innen. Ne már, fiúk! Nem árulnak be senkit, ez a szabály. Jó szabály. Szerintem támadhatom. Bajod van, haver? Ha? Akkor fogd be! Húzzál el innen! El a kezekkel a munkásoktól! Mondd meg a főnöködnek is, fogtad? Mi volt ez az egész? Denton gorillája. Milyen békés és nyugodt éjszaka van. Mégis vihardul benned. Megérezted? Szinte hallottam. Az érzéseid ellentétesek, viharosak. Vincent, nagyon fontos megbízást kaptam a munkahelyemen. Nagy kihívás és veszély. És mégis megéri. Segíteni tudnék becsületes embereknek abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat. Mindig is ezt akartam. De nagyon félek. Mitől, Catherine? A kudarctól. A veszélytől. Nem vallasz kudarcot. Remélem nem. Mert erős vagy. És bátor is. Mindketten tudjuk. Helyt fogsz állni. Bár csak veled lehetnék, hogy megvédjelek. Mindig. Itt vagy. Hé, nagyfater, Mizus! Menjetek innen, hagyjatok békén! Egyedül? Lakik a házban és zsaru. Ott az ajtó, tűnés! Azt mondtad, ott az ajtó? Azt hiszed, nem tudjuk. Azt hiszi, hülyék vagyunk. Segítség! Valaki segítsen! Nem akarunk bántani, fater. Csak beszélgetni. Meséld el, hol van a pénz? Sajnos nincs pénzem. Kérem. Az öreg lopja az időnket. Vágd meg! Segítség! Engedd el! Kata, jól vagy? Jól vagyok. Jól. Mi a franc történt?
Gazvickók. Nyomorult az emberek. Rám törtek. Jó, hogy erre jártam. Igen. Mit akarsz? Már az is baj, hogy látni akarom az öregemet? Hallom, beteg vagy. Aggódtam. Időzíteni mindig is tudtál. Igen, erőssége. Mitch, mondd meg, miért jöttél? Csak látni akartalak, apa. Esküszöm, ennyi. Gondolod, hogy azért, mert meglátogatsz. A mennyországba fogsz jutni. Dehogy is. Sok időm volt gondolkodni. Tudom, hogy sok bánatot okoztam neked, de nem akarom... Nem akarom, hogy utálj, apa. Nem utállak. Figyelj, hadd vigyelek el innen valami rendes helyre. Nem. Nem. Hallgass rám, felveszek melléd egy ápolónőt. Van, aki vigyázzon rám. Ki? Vincent? Jó barátom. Több, mint barát. Szinte a fiad? Vincent mindig jó volt hozzá. Hozzám viszont nem volt olyan jó. Mindig próbált segíteni. 5 évet ültem rácsok mögött. Mert Vincent nem engedte, hogy elrejtőzzem az alagútban, míg elül a vihar. Nem tudsz felejteni. Nem felejtek. És csak Isten bocsát meg. Egyenesen a kamrák alatt. Friss vízű forrás. Régebben volt egy másik is. Riadó! Luke most adta le a jelzést. Behatoló van az alagútban. Ki van ott? Vincent, megismersz még? Hazajöttem, haver.
nem látlak szívesen itt. Pedig elég nosztalgikus hely ez itt lent. Meglátogattam az öreget, gondoltam körülnézek itt. Mit akarsz? Megváltoztattad a lejáratot, eltévedtem. Így védekezünk a behatolók ellen. Én behatoló vagyok? Én is itt laktam lenn, nem emlékszel? Csak a gyerekkori emlékeinket tartottam meg. Csak azokra emlékezem. Emlékszel a rendezőpályaudvarra? Te, én, Renny és Ike. És a csövesek üldöztek minket, és meg akartak késelni. Már a sarkadban voltak. És ki tartotta fel őket? Hogy el tudj menekülni az oldalbejáraton? Ki tartotta fel őket? Emlékszel? Igen. Emlékszem. Nem elég jól! Annyira azért nem, hogy te is segíts nekem, amikor én voltam bajban. Elárultál minket. A bizalmunkat. Évekkel ezelőtt még közénk tartoztál. Így van. A saját apám leküldött, de 8 évre, és mi lett? Felajánlottunk egy jobb életet. Hogy patkányként éljek? Esélyem lett egy jobb életre, és megragadtam. Nem lett jobb életed. Ne mondd ezt, nem tudsz semmit. Tudod, milyen az igazi élet? Az ott az igazi élet. Jobb, mint ebben a lyukban élni. Fent, ha ügyes vagy, bármit megkaphatsz. Miután elmentem innen, vért izzadtam, hogy munkát kapjak. Elmentem a rakpartra is, és felvettek. Sok gonosz ember állt az utamban. Így megölted őket. A dzsungel törvénye. Még neked is hallanod kellett róla. Itt jobb ember voltál. Még mindig nem késő. A nemes Vincent. Felejtsd el. Kivezetlek. Többé ne gyere vissza. Visszajönni, azt leesheted. És teljesen le kell zárnunk a bejáratot az apja háza alatt. Nem jöhet vissza. Már el is kezdtük. Jó. És a többi lejáratot is fokozottan kell figyelnünk a környéken. Mindig is ettől féltem. Soha nem fog békén hagyni minket. Hogy fajulhat el valaki ennyire? Atyám kedvessége volt az egyetlen, amit valaha ismert. Az apja Sam túl beteg volt hozzá. Be kellett fogadnom. Ráadásul nagyon ígéretes fiú volt. Tudom, hogy kedvelted. Talán, ha jobban odafigyelek rá, vele vagyok. Nem hallgatott rám. Tudom, hogy mit érzel. Én is ezt éreztem, amikor találkoztunk. Próbáltam meglátni benne kisfiúkori önmagát. De csak gyűlöletet láttam. Gonoszságot. Mi újság? Benton semmit nem követett el, mióta kiengedték. Semmi nyoma a rakparton? Teljesen tiszta. Legalábbis papíron. A fickónak szolgáltató vállalata van. Sok hajózási vállalattal van szerződése. Zsarolás. Csak üzleti ruhába öltöztetve. Valahogy le kéne kapcsolnunk, ha csak pár napra is. Egyébként nem tudom rábírni az embereket, hogy beszéljenek. Félnek tőle. És nem ártana, ha te is tartanál tőle egy kicsit. Denton nem az a fajta fickó, akivel játszadozni lehet. Nagyon fáradt? Néha a harc a jó ügyért nagyon fárasztó. Mit dolgozik, amikor nem ezt csinálja? Mindig ezt csinálom. Olyan, mintha mindig bárokban ülnék valakire várva, vagy oda tartok valakivel találkozni. Nincs családja? Nem lenne fervek. Igaz. Ilyen életvitellel. Meg túl veszélyes is. Így van. Hát ez van. De nem állíthatnak meg. A család csak visszatartana.
Jack! Mr. Sweeney? Nem mondtad, hogy ő is itt lesz. Ülj le pár percre. Semmit sem mondhatok. Nem is kérdeztem semmit. Akkor majd fog. Őt kérdezze, mit talált a szakszervezet Charlie haláláról. Tudod, hogy a vizsgálatunk nem bizonyítanak semmit. Ki fizeti a szakszervezetet? Maga tud valamit, igaz? Nem. Semmit. Figyeljen, gondolnom kell a családomra. Sajnálom. Kérem, bízzon bennem. Tudom, milyen kockázatot vállal. De tanúvédelem alá helyeztetjük magát és a családját is. Így is már túl sokat mondtam. Nehéz vallomást szerezni, ha Denton fenyegeti a családjukat. Acélrudakkal és baseballütőkkel. Pedig Sweeney kell nekünk. Türelemmel. Ugyanannyira mehetünk, mint erővel. Elvigyem? Kösz, kocsival vagyok. Értékelem, hogy támogat az ügyben, Keti. Reggel találkozunk. Vincent. Meggyilkoltak valakit ma éjjel. Majdnem te voltál az. Éreztem. Majdnem. Catherine, életveszélyben vagy. Tudom. Ne folytasd tovább. Mit? Mit mondtál? Ne tedd. Kérlek. Nem lehet. A végére kell járnom. Elveszítenélek. Vincent, nem te tanítottál arra, hogy ne féljek, hogy legyek bátor. Nem fordulhatok vissza, azzal elárulnék mindent. Magamat, az ügyet. És valahogy téged is. Lehetőségem van rá, hogy leleplezzem azt, aki mindezért felelős. Muszáj. Ha elveszítenélek, belepusztulnék. Vigyázz magadra. Mrs. Sweeney? Igen. Catherine Chandler vagyok, a kerületi ügyészségtől. Jöjjön be. Nem adja fel, igaz? Nem egy könnyen. Beszélnem kell magával. Nézze, Miss... Kérem, üljön le. Hogy képzeli, hogy ide jön utánam? Mr. Sweeney? Nem lennék itt, ha nem lenne életbevágó. Kér egy kis kávét? Igen, köszönöm. Csak vesztegeti az idejét. Frank de Corzia is vesztegette az övét. Mr. Sweeney, ennek véget kell tenni. Mit akar tőlem? Nagyon jól tudja. Mondja meg, hogy baleset volt-e.
és hogy Mitch Denton benne volt-e. Denton csak úgy lehet megállítani, ha megöli valaki végre. Lehet, hogy egy éjjel én teszem meg. Ő előbb ölné meg, önvédelemre hivatkozva. Végezni akar Mitch Dentonnal. Tanúskodjon ellene az ügyészséggel és a szakszervezettel a háta mögött. Igaza van, Jack. Maradj ki ebből. Most már nem. Ez egy közös ügy. Valakinek meg kell tenni az első lépést. Csak így lehet megállítani a megfélemlítést. Mitch Denton és az emberei épp ebből élnek, hogy senki nem mer ellenszegülni nekik. Tudja, mit kér tőlem? Ha tanúskodom ellenük, az életem, a családom élete, annyit sem ér, mint ez a kávé itt. Mindent kockára teszek. Tisztában vagyok vele, Mr. Sweeney. De a tanúvédelmi programunk biztonságot ad önnek és a családjának. Ha szükséges, el is költöztetjük. Azt kéri, hogy adjam fel az eddigi életemet, költözzem el innen. Miféle élet ez, Jack? Félelemben élni. Azt sem tudod, lesz-e munkád holnap. Mi van? Nincs mit csinálnotok? Ez rájuk is tartozik. Nem gondolod? Tanúskodj ellene, apa. Ne aggódj miattunk. Tedd, amit tenned kell. Gyere ide, Tomi. Nem csak engem érint, titeket is. El kell költöznünk. Új életet kezdenünk máshol. Itt kell hagynod a barátaidat, az iskoládat. Te mondtad mindig, hogy helyesen kell cselekednünk minden esetben. Rendben. Tanúskodom. Charlie Finn azt mondta, hogy a szakszervezethez fordul. Hát, ha leszedik Dentont a nyakunkról, mert Denton úgy is ránk száll, amint kijön a börtönből. Ez a Rado Denton embere? Az hát, kezdettől fogva. És maga látta, hogy Rado belöki Charlie-t a konténer alá? Ott álltam mellette. Rendben. Mr. Sweeney, ezek alapján újra börtönbe csukatjuk Dentont, kis szerencsével gyilkosságért. Ez elég jól hangzik. Helyezzük Mr. Sweeney-t és családját tanúvédelem alá, amilyen gyorsan lehet. Vállalod, hogy elintézed? Most rögtön. Egy kedves vidéki házba költöztetjük önöket teljes védelemmel. Mindenkinek könnyebb lesz. Végre kertes házban élhetek. Mr. Sweeney, tudom, hogy nehéz volt. Köszönjük. Nagyon meggyőző munkatársa van. Tudja, elég régen nem álltam már a sarkamra. Pedig jó érzés. Úgy tűnik, Sweeney köpni fog az ügyészségnek, mi? Csak annyit tudok, hogy az ügyészségi csaj náluk volt a múlt éjjel. És Sweeney ma reggel bement az ügyészségre. Nem akarom elvinni a balét. De még nem tanúskodott. Mit akarsz tenni? Elgázolhatnánk ma este. Valami ütősebb kéne. Figyelmeztetésként a többieknek. Ma éjjel csináljuk. Későn. A lakásában. Kis családi csetepaté. Mindet magammal vihetem? Persze. Laura, minek hozod őket? Évek óta rájuk sem néztél. Nem szeretném itt hagyni. Egy egész kamion jön értetek. És amit itt felejtesz, utánad visszük. Kint a francban lakik, Queensben. Már el is készültünk. Rendben, köszönöm. Viszlát. Gyerünk! Vigyázz! Gyugi, szép lassan indulj el.
Nagyon lassan. Miss Chandler, nem tudom, hogy köszönjem meg. Büszke vagyok magukra. Köszönöm, amit értünk tett. Viszlát. Elnézést, egy Sweeney nevű fickót keresünk. Talán tud segíteni. Két dolgot kell megtennie ma este. Elmondania, mit vallott Sweeney, és hogy hol találjuk meg Sweeneyéket. Higgyel, jobb, ha elmondja. Soha. Nem értette meg? Vége a játéknak. Már csak az a kérdés, hogy könnyű és gyors halála lesz, vagy lassú és csúnya. Talán tárgyalhatnánk. Semmi esélye. Kapjátok el, hé, megszökik! Utána! Kit hoztak be? 20 éves nő, lőtt sebbel, 3-as műtő. Mi is nyugi, még szívinfarktust kapsz. George, ha mozgást látsz, lőj! Valami? Mitől félsz ennyire? Te barom, nem látod azt a lényt?
Miből gondolod, hogy utánad jön? Eljön. Még mindig nem értem, kiről beszélsz. Ha eljön, tudni fogod, ki is ő. Mi volt ez? George! George! Alex! Indulás! Most! Nert! Nert! Isten nevében kérlek, ne! Könyörögve kérlek, ne! Ne bánts engem! Vincent! Ne! Ne! Semmi sem marad belőle. Semmi. Ne.
Vincent. Itt vagy. Itt vagyok. Épp rólad álmodtam. Róla? Az ötödik sugárúton sétáltunk. Kék volt az ég. És aztán? Fagyit vettél nekem. És senki sem bámult meg. A szinkront a Viaszat 3 megbízásából az SDI készítette.